Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Magyar Művészeti Akadémia ünnepi estjén, melyen az év legjobb könyve díj, valamint a két könyv nívó díj kerül átadásra. Felkérem Mezei Katalin Kossuth díjas költőt, az MMA irodalmi tagozatának vezetőjét, nyissa meg a mai estet. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket, különös tisztelettel a mai est kitüntetettjeit, az őket méltatókat, illetve közreműködőinket, a színművészeket és a zenész urat, továbbá a műsor közlőnket, Tóth Zsófiát. Nagyon nagy öröm minden esztendőben, amikor a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának díjazottjai, könyvdíjazottjainak átadhatjuk, mint egy karácsony előzeteseként ezt a évről évre, most már ötödik esztendeje kiosztott könyves díjunkat, ami áll egy az év legjobb könyve című díjból, és áll két könyv nívó díjból. Mindegyik mellé oda tesszük, hogy a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának a díja, de ugyanakkor, amikor gondolkozunk arról, hogy az év terméséből kiket válasszunk ki ezekre a díjakra, igyekszünk nem saját elfogultságaink szerint ítélni, dönteni, hanem minél szélesebb körben figyelni arra, hogy milyen értékek jelentek meg ebbe az esztendőbe, amikre jó lenne felhívni a figyelmet, mert ez is szempontunk, hogy érték legyen, és fel tudjuk hívni rájuk ezekre a könyvekre a figyelmet. Ezért egy kicsit sokszor kerülnek verses könyvek a díjazottjaink sorába, hiszen a költészet, a verses könyv az, aminek legkevésbé van a piacon, hát, hogy úgy mondjam, szerepe, elég kevéssé kedvelik a könyvkereskedők a verses könyveket, meg talán a példányszámok is azért olyan alacsonyak a verses könyvek esetében, mert valahogy a közönség is az olvasnivalóban gondolkodik, és sokszor elkerüli a figyelmet a legjobb verses könyv is. Tehát az elfogultságainkat vállalva, nagy örömmel vágunk neki idén is ezeknek a díjak átadásának, és tulajdonképpen a mai este is az irodalmi tagozat élő folyóirat sorozatának az alkalma. Ez is egy 5 éve megismétlődő programja az irodalmi tagozatnak. Minden évben, az első évadot kivéve, 6 élő folyóirat estet tartunk. Ez idáig a műcsarnok előadó termébe voltak ezek az estek. Idén olyan átalakítások, olyan munkálatok kezdtek a műcsarnokba, hogy átadtak bennünket az újonnan megnyílt székház előadó termének, úgyhogy a következő fél évben is már itt lesznek folyamatosan az élő folyóiratunk alkalmai, estjei. Tulajdonképpen mindent elmondtam ahhoz, hogy kezdődjék a műsor. Én most felkérem az idei év díjazottait, Serfőző Simon Kossuth díjas költőt, Marcsák Gergely, Géretz Attila díjas költőt, Kapdebó Lóránt, József Attila díjas írót, irodalomtörténészt, hogy foglaljanak helyet itt az asztalnál. Fáradjatok ki, és szeretném bemutatni az est további közreműködőit is. Újhelyi Kinga, Jászai Mari díjas színművész, Lázár Balázs színművészt költő, és Dress Mihály Liszt Ferenc díjas zeneművész. És hadd mutassam be azt a közreműködőnket is, akit már ismernek, Tóth Zsófiát, a Magyar Katolikus Rádió műsorközlőjét, a mai este műsorvezetőjét.
Felkérem Újhelyi Kinga, Jászai Mari díjas színművészt és Lázár Balázs színművészt, hogy olvassanak fel Kapdebú Loránt Esettanulmányok, Sorsvállalások című könyvéből. Kapdebú Loránt, Gyöngyös és Szamos Újvár. Gyöngyös és Szamos Újvár. Egy ideig a gyöngyösi római katolikus temetőben nyugodott Szamos Újvár utolsó és első magyar főszolgabírája. A történelem ilyen paradoxonokban mutatkozik meg. Gyöngyösön, mivel halott rokonunk nem nyugodott, az egyetlen sír, amelyet halottak napján felkerestünk, Minorich Albertnek, ha jól emlékszem, a márvány sír emléke volt. Trianon után elhagyta Erdélyt, és tüdőbaját a mátraházi szanatóriumban gyógyíttatta. Itt is halt meg. Lányai évente meglátogatták a sírját. Én egyikükre pontosan emlékszem, nagy, magas termetű hölgy volt. Apám ilyenkor a zsebóráját minden évben elővette, és a lánccal mérte, mennyit dőlt a síremlék az elmúlt év során. Egy közeli fa vagy bokor fenyegette. Végül is minden évben megnyugtatóan zárult a szemlénk. Jól emlékszem az ismétlődő jelenetekre, mert ebbe a műveletbe én magam is belefolytam. Talán első és egyetlen eset, amelyben apa és fia összehangolódtak egy közös műszaki jellegű munka során. Apámat mindig tiszteltem. Tetteit nagyra tartom ma is, de bölcsész lelkületem másfajta álmodozások fele vonta a figyelmemet. Nagybátyám Kapdebú Gerő lett több évtizedes megszakítással a visszatérő magyar világban Minorich Albert utóda. És ezzel magára vette a végzetét is. A Cegei tópartján lakott. Birtoka szomszédos volt Vas Albertével és a Blomberg báró kisasszonyokéval. A háború végén, mint magyar tisztségviselőnek, neki is menekülnie kellett. Ausztrián át Ulmig jutott a családjával. Onnan már betegen érkezett vissza. Itt is temettük el? Beosztott munkásként dolgozhatott csak, de mindenkivel szót tudott érteni. Munkatársai nagy becsüléssel fogadták maguk közé, szerették Csaba nevű unokáját is. Tiszta szívvel meggyászolták. De halála után felesége és leánya nem maradhatott tovább a vízműveknél. Főszolgabíró, erdélyi menekült, akkor nem engedték ezt tovább. Ezért tovább költöztek a másik lányukhoz Székesfehérvárra. Leszármazottai ma is ott élnek. Az interneten napi kapcsolatot tartunk. Miután Gerő bácsi felesége Bertus néni, Sófalvi Berta, maga is politikai szereplő a visszatérő Erdélyben, tőlük hallottam még gyerekkoromban az azóta általam is nagy becsben tartott, utóbb a bevonuló németek által elsők között elhurcolt Keresztes Fischer belügyminiszter nevét, hosszú életkort megérve elhalálozott, Gerő bácsi földi maradványait a család Székesfehérvárra temette át. Család egyesítés a temetőben. Gyakori 20. századi sors. Gyöngyöst és a magyar örmény Szamos Újvárt tulajdonképpen Trianon árnyéka kötötte össze. Dr. Pap István fiatalabb éveiben a Szamosújvári gimnázium tanára volt. Feleségével, Kovrig Juliska nénivel és gyermekeikkel Erdély elcsatolása után hagyták el az otthonukat. Vagonlakókként érkeztek a maradék hazába. Valahai diákja, utóbb Miskolcváros neves sebész főorvosa mesélte, ő borotválta a rettegett és szeretett tanárurat menekült korukban a vagonban. Pista bácsi végül a gyöngyösi Kohári gimnázium legendás latin tanáraként élte le életét, és nevelte fel két lányát és két fiát. Gyermekei közül Pap György Baj Zoltán professzor tanítványaként doktorált, és részt vett a háború végeztével a világhírű holdradar kísérletben. Miután a hazai atomkutatás előtt akkor nem nyílott lehetőség, és az Egyesült Izzó egész kísérleti felszerelését a szovjetek jóvátétel címén elvitték, professzorával együtt tanársegédje is Amerikába menekült.
Ott viszonylag fiatalon vagmérműtét során vesztette életét. És ha már hírességekről beszélünk, Juliska néni édesapja, Szamosújvár máig emlegetett tiszti főorvosa volt abban az időben, midőn a híres betyár Rózsa Sándor az itteni börtönben raboskodott. Koponyáját a tévében is mutogatták. Őrzik a rendőrmúzeumban. De apám is és unokaöccse Barcsai Jenő, a nagy magyar festőművész is azt a legendát adták tovább nekem, hogy Kovrig doktor, aki nekem dédapám volt, ő vágta le halála után Rózsa Sándor fejét, hogy a szamosújváriak elküldhessék, mint híres relikviát a királynak. Pista bácsi Gyöngyösön az úgynevezett Bruckner házban bérelt lakást, ide hívta a műegyetemen frissen diplomázott mérnök rokonát, apámat, szerezvén neki állást a városnál. Apám Puki Árpád kedves városi mérnöke lett, a Mátra víz- és villamos rendszerének kiépítése az ő nevéhez fűződik. Szomszédok lettünk a házban, ahol harmadik hírességként a Debreceni Egyetem későbbi professzora Bán Imre lakott. A három család együtt vészelte át az 1944-es ostromot is. Akkor Hanák Kolostér egy volt a címünk, később Rákosiról, majd a semleges postáról nevezték el. Ha jól emlékszem, volt Bugát Pál tér is. Most nem tudom, milyen néven kellene keresnem, ha nem találnék oda bekötött szemmel még ma is, 80. éven felett. Pap István tanár úr, Kapdebó János mérnök, ha itt laknak, ugyan merre menekülhetne Szamosújvár nyugatra tartó polgársága? Csak is Gyöngyösön keresztül. És mire emlékezhet egy 8 éves, harmadik elemibe frissen beiratkozott kisfiú ebből az időből? A szép, szőke Blomberg báró kisasszonyokra, akik lovon száguldoztak, mintha csak a mesében. Ménesüket ideiglenesen a valahai megyeháza helyén volt méntelepen tartották. És emlékszem, a fürdőszoba víztartájában forraltuk a vizet napszámra. A menekülők itt nálunk tisztálkodtak, fürödtek. Lovaskocsikkal menekült egy város, a vihar sodorta tovább a valaha az első keresztény állam polgárait, a Kaukázusból elüldözött, az erdélyi tatárjárás után 1670 körül Apafi Mihály fejedelem által bölcs belátással Moldvából ide telepített, utóbb kiváló magyar hazafiakká váló örményeket. Most megjöttek a vörös hadsereg katonái, és jöttek vissza Erdélybe a gyorsan hozzájuk pártolt románok. Ezelől menekültek a magyarságukhoz ragaszkodó örmény kereskedő polgárok. Egy világ szűnt meg ezáltal. Szétszóradtak a világban. Epilógusként hadd idézzem a jelenetet, amikor kisebb fiunk társaságában az egyik évtizedekkel későbbi nyáron autónkkal látogatóba vittük a nővéréhez, Barcsai Jenő bácsit. Megálltunk a szamosújvári nagy templom melletti téren, ahol laktak. Erzsike néni nagy szeretettel fogad mindnyájunkat. Látom, egy hajlott, nehezen mozgó öregasszony távozik a templomból, ősz néni sötét ruhában. A Blomberg bárónő, mondja Barcsai Erzsike néni. Ő tartja rendben a templomot, és nyelvtanításból él. Megdöbbentem. Eltűnt a tér, tűntek az utazás kellemetlenségei. Már nem gondoltam a zord határőrre, aki könyveim közt Gyula írásaira vadászott. Épp akkor Íj és Gyulára haragudtak Ceausescu kopói, hiszen ő kimert állni az elszakított magyarság védelmében minden időben. Jenő bácsi meg kellően megzavarta az őr kis agyát, magyarázta neki románul, hogy együtt volt fiatal Párizsban nagy szobrászukkal, Bránkúzival. Mit tudta az a katona, mit is jelent Európában ez a név? De a fanarióta korból származó beidegzett tekintély tiszteletével tudta, ez esetben jó lesz vigyázni. Mindezt villámütésre feledtem. Csak álltam ámuldozva is, valahai kisgyermek, a szőke, lovagló mesehőst láttam. Sic transit gloria mundi.
vagy mégsem múlik. Amíg mi élünk, akik ismertük azt a világot, addig továbbra is létezik. És ami érték, talán mégiscsak glóriával által lépi a pusztulást. Párizsban a véletlen úgy hozta, hogy egy félig föld alatti modern kiállítóhelyiségben Brancusi legjobb szobraiban gyönyörködhettem. Ott jutott mindez eszembe, amiket most elbeszélek neked. Hiszen Barcsai anatómiája és mozaikjai, Brancusi szobrai felette állnak a mulandóságnak, Szamosújvár nagy templomával ismét a magyar örmények fővárosa, az aradi 13-ak közötti két magyar örménnyel ma is a nemzeti emlékezet erőt adó kapaszkodási pontjai. Gyöngyös pedig ünnepli felvirágoztató polgármesterét dr. Puki Árpádot, és a Mátra továbbra is egyik leglátogatottabb kiránduló helyünk. Még Párizsból nézvést is így igaz számomra mindez. Haza. Nekem ez a hazám. Felkérem Füzesi Magda, József Attila díjas költőt, az MMA rendes tagját, Kapdevó Lóránt, Esettanulmányok, Sorsvállalások című könyve laudációjára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, barátaim az irodalomban! Először a televízió, majd az internet terjedése keltette fel az aggodalmat, hogy a nyomtatott szóra előbb-utóbb nem lesz szükség. Ehhez képest Magyarországon évente több mint 10 000 új könyv jelenik meg. Bár igaz, hogy jártunkban, keltünkben a közlekedési eszközökön elsősorban okostelefonokat és elektronikus könyveket szorongató utitársakat látunk, azért bízunk abban, hogy a nyomtatott könyv is eljut az olvasóhoz. Mert hogy minden könyvnek megvan a maga sorsa. Az emberek többsége valószínűleg nem tanulmánykötettel lepi meg szeretteit karácsonykor, és ritkán történik meg az is, hogy egy ilyen tartalmú könyv kitüntető figyelemhez jut. Most mégis eljött ez a pillanat. Nem vagyok irodalomkutató, így a Hályok Kovács biztonságával méltatom Kapdevó Lóránt tanulmánykötetét. Meg is illetődhetnék a feladattól, hiszen a szerző abban az évben lett az irodalomtudományok kandidátusa, amikor jómagam érettségiztem. Az irodalomtudós Kapdevó Lórántot mindnyájan ismerjük, nem is szeretnék életrajzi adatokat felsorakoztatni, de utalnék rá, hogy pedagógusként is öregbítette számos tanintézmény jó hírét. Tanított Miskolc középiskoláiban, tanszékvezető egyetemi tanár volt a Janus Pannonius Tudományegyetemen Pécsett, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának alapító dékánja, jelenleg professzor emeritus. Számtalan bölcsészt nevelt, akik bizonyára tovább adták az evidenciát, hogy olvasni jó. Itt van a kezemben, mutasd meg, Gergő, itt van a kezemben a díjra érdemes kötet. Néhány szót a külcsínről, mert az is fontos. Egykori nyomdászként vonzanak a szép könyvek, biztosan sokan vagyunk így ezzel. Kapdevó Lóránt tanulmánykötete szép könyv. A Csillag István által megálmodott borító kiadványt jó kézbe venni. Már ránézése is megelőlegezzük, hogy a belbecs hasonlóan értékes lesz. A csaknem 450 oldalas könyvből csupán szemelvényeket tudok most megmutatni, de bízom abban, hogy így is rámutathatok, rá tudok fókuszálni a kötet értékeire. Számomra nagy örömet jelentett barangolni a könyv lapjain, mert ez a könyv hatalmas ölelés, amely Szabó Lőrinctől a korán elhunyt Szepesi Attila munkásságát is méltatva, kortársainkig, Temesi Ferencig, Fekete Vincéig, Száraz Miklós Györgyig, Zalán Tiborig ér. A vele, illetve az általa készített interjúk is sok meglepetést, irodalomtörténeti kuriózumot szolgálnak. Kapdevó Lóránt nem fél beengedni az olvasót a maga belső szobájába. Leírja például, hogy Szabó Lőrinc életművének kutatása adott alkalmat arra, hogy az ideológiailag és morálisan oly bonyolult és veszélyes évtizedekben a szakmájában megmaradhatott tisztességes embernek.
Arról is szeretnék vallani, mi mindent tanultam a könyv olvasása közben. Például azt, hogy szaktudományt idegen szavak mellőzésével ékes magyar nyelven is lehet művelni. Azt is, hogy a szerző szinte a szemünk láttára alkot véleményt tanulmánya tárgyáról. Számomra rendkívül meglepő, ugyanakkor rokonszerves volt, hogy az irodalomkritikus egy olykor felülbírálja korábban kialakított meglátását. Azt vallja, hogy egy kritikusnak az adatik feladatául, hogy kortárs irodalmát kövesse, alakulásáról hírt adjon, véleményt formáljon eseményeiről, legjobb esetben utókora jövendőbeli vélemény alkotására is hatással lehessen. Sőt, még a saját maga későbbi vélekedését is befolyásolja. Szepesi Attila esetében úgy érezte, más alkotók hangsúlyosabban, nagyobb képgazdagsággal tudtak vallani a furcsa és ellentmondásos 20. századról, ezért figyelemben nem igazán fordult költészete felé. Ezt a hozzáállást őszintén fel is fedi az olvasónak. De amikor jobban elmélyedt verseiben, megtalálta azt a különlegességet, amelytől alkotásai semmivel össze nem téveszthetők. A sebeket elfedő gyógyító varázsolás. Szívemnek kedves, hogyan lát hozzá az irodalomkritikus az egyes szövegrészek felfejtéséhez. Szepesi Attila életrajzából tudjuk, hogy a II. Világháború után a Szovjetunióhoz ragasztott Kárpátalját töltötte élete első 8 évét, amíg a család nem repatriált Magyarországra, Budapestre. Kapdevó Lóránt azt is tudja, hogy a majdani költő, idézem, valaha látott egy hidat Beregszászon, szomszédságában lehetett, alkotó része mindennapi életének. Utóbb a rajztanár költő odaképzelte az e tájon is otthonos Gulácsit, a varázsló festő és írómestert, és annak egyik híres látomását. És a hídi látomást rámérte egész életére, költői pályája mienségének meghatározójával alakította. Nagyon szeretem Szepesi Attila költészetét, és elmondhatom, igen, ilyen. Kapdevó Lóránt egyfajta lelki nagyítóval is látja az anyagot, amelyet górcső alá vesz. Temesi Ferenc munkásságának tömény kivonata is példa lehet erre. Idézem, emberlétünk számára egyfajta kettős állampolgárságot fogalmazott meg, és vett birtokába. Jelenlétünket a világfaluban, amelyet a technikai civilizáció szinte elvett tőlünk, magányra kényszerítve, magunkba vissza, kiszakítva a nemzedékeket összekötő természetes összetartozásból. Kapdevó Lóránt könyveinek egyik legnagyobb erénye szerintem, hogy tanulmányai hidat építenek az alkotó és az olvasó közé. Nem a tudós fog kézen bennünket, hogy ezen a hidon átvezessen a műhöz, hanem egy másik olvasó, aki velünk egyenrangúnak mutatja magát, így elhisszük neki, hogy amit ő szépnek, igaznak lát, az érdemes a mi figyelmünkre is. Azt kérdezi például. Jártál-e már úgy, kedves olvasóm, hogy elkezdesz olvasni egy verses kötetet, és már az első vers a legjobb költészet szintjén megragad, és ahogy tovább olvasod, ugyanazt a szerkezetet látod ismétlődni, és mégis mindegyik versnek a másságát, egyedi voltát élvezed. Fekete Mince Vak Visszhang című verses kötetét kínálja az irodalomkritikus ilyen közvetlenséggel. Hát hogy nem merítenénk a felkínált csemegéből, ha valaki így ültet minket asztalához? A székelyföldi költő verseiről többek közt azt írja. Nem csak becsülöm, értékelem ezt a nagyszerű költészetet, hanem személyesen magaménak is vallom. Akár én is írhattam volna, ha tudnám. No, éppen ez a jó költészet rejtélye. Engedtessék meg, hogy kölcsön vegyem és parafrazeáljam Kapdevó Lóránt szavait könyve méltatásának végére. Az a nagyszerű tanulmánykötet, amelyet az ember személyesen a magáénak vallhat. Akár ő is írhatta volna, ha tudná. Éppen ez a jó tanulmány rejtélye. Hálás vagyok Istennek, hogy tanulhattam a mester könyvéből, és másoknak is figyelmébe ajánlhattam azt. Köszönöm szépen!
Felkérem Mezei Katalin Kossuth díjas költőt, az MMA irodalmi tagozatának vezetőjét, hogy adja át az MMA irodalmi tagozata 2019. évi könyv nívódíját Kapdebó Lórának. Jó volt itt, barátok között, rokonok között, hazaiak között, Kanadától Erdélyig és Kárpátaljáig ide bocsájtott barátok között. Hallgatni. És úgy éreztem, hogy jól választottam ki azt a szövegrészt, amelyikben ezt az egész világot próbáltam abba az életsorsba összegyűjteni, ami nem is engem, hanem inkább családomat, apámat és a magyar örménységet, egy a magyarsághoz hasonló sorsú népet mutatott be. És itt hadd emlékezzek egy nemrég túl korán elhunyt közeli barátomra, aki Ferenci Lacira, aki intézeti kutatóként ösztöndíjjal Örményországba járt. És ott egy professzorral találkozott, és ez a professzor azt mondta neki, és ezt mindig nekünk tanulságul el-el ismételte. Sokszor, sok helyen, és hadd adjam tovább, jó maguknak, fiatalember, Laci akkor még fiatal volt, jó maguknak, fiatalember, maguk egy nagy országba élnek. Maguk 10 millióan vannak ott, és a világban még többen. Mi egy kis nép vagyunk, pár millióan összeszorítva. Na, nem kilóra mérik az országok nagyságát. Ezt a tanulságot örülök. És a másik, hogy itt ül mellettem, Serfőző Simon barátom, Katia tanúrá. Amikor még a kilencek csak alakulóban voltak, akkor már mi együtt az újírással és a napjainkkal egy olyan költészetet próbáltunk összehozni, és egy olyan baráti kört, közülük itt van Ág Pista barátunk is, akiket hetek néven tart számon az irodalomtörténet. Közös barátunk Bella Pista dedikációjába le is írta Kapdebó Lórának, keresztapánknak szeretettel. Nos, hogy éppen Simonnal találkozhattam itt, és ülhetünk együtt. És aki ajánlott, az külön köszönöm. Nem ismertük személyesen egymást. Nem barátságból, nem valamilyen maffia szellemiséggel, hanem valahonnan
kezébe került ez a könyv, és Beregszászt épp úgy ideidézte, mint Budapestet, és mint Kolozsvárt, ahol nekem is olyan barátaim éltek valaha, mint Lászlófi Ali, meg Páskárdi Géza, akit idáig üldöztek. Meg hát Zoltán, Panek Zoltán, akiről annyira érdemtelenül feledkeznek el. Panek Zoltán a magyar prózának egyik nagy alakja volt. És még egy, bocsánat, hogy sokat beszélek, de ide tartozik. Mondtad, Kati, hogy ti fontosnak tartjátok ezt a nívódíjrendszert, hogy elindítottátok. Hát első között, talán épp első alkalommal az a barátom, taknyos, fiatal, 60 fölötti író, akiről azt szoktam mondani, hogy az általam olvasott magyar regények közül az öt legjobb között tartom számon a Lovak a ködben című regényét, amelyik szintén Száraz Gyurinak, és hogy az apjától megkülönböztessék, ezért a Miklós nevet is oda szokták tenni. Nos, azt a regényt és az ő legközelebbi barátját, az engem ajánló és laudáló barátnőnk, most már barátnőnk, idézte, aki szintén Beregszászzal összekötötte ezt a mai estét. Együtt vagyunk így, Kanadától, Beregszászig, Kolozsvárig, Felvidéktől az egész világ, ahol bárhol megy az ember, magyarokkal mindig találkozik. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen, hogy ebben a nagyon rossz időben, amikor legrégebbi ismerősöm, aki él még talán, elemista osztálytársam most telefonált, jaj, mondom, mi van? Nem írtál, nem válaszoltál, reméltem, hogy itt leszel. Azt mondja, azt akartam, jól tudtad. De te neked is fáj a derekad, tudod. Egy idő óta már nem fájt. Úgy éreztem, hogy el tudok jönni. De ma ebbe az időbe újra alig tudok megmozdulni. Nos, az ő nevében is köszönöm, hogy itt vagytok, és eljöttetek. És köszönöm mindnyájatoknak, hogy itt, ebben a szebb teremben, én sose szerettem azt a műcsárda alatti levegőt, én abban a pincehelyiségben mindig fulladni szoktam. És köszönöm az örmények. Köszönöm, akiknek én indítottam valaha egy-két sorral a pályáját, és köszönöm, akik most engem üdvözöltek. Na, befejezem. Mezőségi dallamok következnek Dress Mihály Liszt Ferenc díjas érdemes és kiváló művész előadásában.
Felkérem Újhelyi Kinga és Lázár Balázs színművészt, hogy olvassák fel Marcsák Gergely verseit. Marcsák Gergely a vonatokról. A felső vezetékben Isten lakik, mesélte fő pályamester déd nagyapám. És mikor elérte a halál szeretett ungvári pályaudvarán, ő maga is elnyújtózott az örök vágányok felett. Galíciában sebzett lelke a váltóárammal kiegyezett. Egyes járatokról hallgat a menetrend. Éjszaka jönnek a beszkidek felől, ahol monarchiás szűk alagutakra a keleti Kárpátok fenyvese dől. Itt várják őket, kik már élni nem szeretnek, és útra kelnek, mint az őseik. A Latorca hídon elvesznek a ködben, s csapra már csak a mozdony érkezik. Egy apa a műszakra indulva a sötét hajnalban rossz vonatra szállt, míg álmodó lányaira gondolt, utastársává fogadta a halált. Örök fogság. Sztyeppébe meredő bordáit közé a lélek immár örökre befagyott. Hogy a végtelennek kezdőpontja van, te, ki odahaltál, tanúsíthatod. Esendő elménk nem foghatja még fel. Magányod hosszabb, mint az emlékezet, és hosszabb, mint a népek földi útja, mely egyenes a pusztuláshoz vezet. Nem vagy lángoszlop, sem vádló maradvány, rossz szónoklatban történelmi példa, csak porladó csontváz. Befagyott lélek, mi hazavágy, de sosem érhet célba. S ha Isten egyszer Baskírföldön járna, és rácsodálkozna, hogy kifekszik itt, meséld el neki. Mondd, hogy megtalálta végre az utolsó kárpátaljait. Tézeusz. Sok szép ifjú bús labirintos vészteli mélyén, édes Aténért szörnyalakáltal lelte halálát. Bánat rák, és sorson vélük most kicserélném. Sírod látva, atyám, gyász s bűntudatom tüze jár át. Bár megtört a hazánkat sújtó mínoszi átok, s végre a Tartarosz alján bőgés tombol a dúvad, héroszítettem, romlás árját hozta tirátok. Holt fejedelmünk hantján újra idézem a múltat. Fátylat küldve szememre, égbe emelt a kevéség, tompította az elmém édes naxoszi óbor. Éjszín gája vitorlám látod, s elnyel a mélység, így riadok fel az ágyamon esténként milliószor. Életem útvesztő lett, s rám tört benne a bánat, mint iszonyú vérszomjal tette a krétai vadrém. Bárcsak tudnám ismét, merre van itt a kijárat, és fonalat hova tetted, drágám, jó Áriádné. Felkérem Lázár Balázs színművészt, hogy olvassa fel Nagy Zoltán Mihály méltatását Marcsák Gergely Fekete Tisza című novellás kötetéről. Nagy Zoltán Mihály laudáció. Idén tavasszal egy friss vers kötettel a kezemben jó párszor üldögéltem a házunk előtti kispadon, s mindannyiszor újjongva szembesültem az írott csoda működésének jelenségével.
Az előretolt helyőrség íróakadémia sorozatában megjelent kötet verseinek aprólékos mérlegelése hivatásos kritikusok dolga. Teszik is szép számban, sokszor elismerően hümmögve, például a poétikai eszköztár, mint szellemi építőanyag mesteri felhasználását ecsetelve. Nyilván igazuk van, de azoknak is, akik ezen túlmenően a kötet tartalmi egészének felejthetetlen katarzist kiváltó összhatását hangsúlyozzák. Pontosabban, nem kizárólag a falat alkotó téglák szabályos glédáját tekintik értéknek, hanem az építmény elbűvölően szép külső látványát is, természetesen tudva, hogy a gyönyörűség stabilitását a beléje szervesült, szilárd alapra támaszkodó téglák garantálják. A szerző költészetének az évek múlásával folyton szilárduló alapja bizonyosan a vele született, szakadatlan kiteljesedésre ítéltetett tehetség. Mert hogy az átugorhatatlan fejlődési folyamat előtt vagy elején a vele született tehetség még csak ígéret bárkinél. Előzményként sajátos bizonyíték lehet erre az a tized néhány évvel ezelőtti eset, amikor a tőle először hozzám került néhány vers közül párat némi utószerkesztéssel kész voltam publikálni folyóiratunkban. Jócskán meglepett, hogy más pályakezdőktől eltérően a kincses homoki fiatal srác nemhogy kapva kapott volna a lehetőségen, ehelyett határozottan értésemre adta, majd akkor, ha már nem lesz szükség utószerkesztésre. Örülök, hogy mostani az alkotói fejlődés sikerességét jelentő, gondosan megválogatott gyöngyszemeket tartalmazó kötetével bebizonyította akkori igazát, figyelemre méltóan súlyos ráadásként pedig azt is, hogy őt nem csupán megsüvegelendő talentumként, de erős, egészséges önbizalommal megáldott személyiségként is számon kell tartanunk. Kötetének eddigi méltatói a hagyománynak megfelelően jelzik, hogy első kötetről van szó. Mintha az első kötetekhez általában muszáj lenne gyanakodva viszonyulni. Csak hogy Marcsák Gergely kötete a szőrös szívű ítészek szemében sem tűnhet felejthető versek gyűjteményének, sőt. Ezek a versek a hozzájuk előszót író Vári Fábián László aranyból vétetett költeményeihez hasonlóan élő, lüktető cáfolatai annak a vádnak, miszerint ami kárpátaljai, az nem irodalom, s ami irodalom, az nem kárpátaljai. Az e fajta fanyalgók végre tudomásul vehetnék, hogy kis hazámban egyre többen és tehetségesebben művelik az irodalmat. Olyanok, akik, csak úgy, mint az előttük járó alkotó nemzedékek jelesei, a legtágabb emberi közösség problémakörébe ágyazva nem átalják vállalni a kisebbségi létkörülmények művészi erejű megjelenítését. A szóban forgó kötet verseiből makulátlan tisztasággal sugárzó költészet megnyilvánulásaival a kis hazámban művelt irodalom hitem szerint magasabb szintre lendülve, még inkább a teljes magyar irodalom szerves részévé lényegülésének állapotában leledzik. Hölgyeim és uraim! Marcsák Gergelyről beszélek, aki Fekete Tisza című elsőszülött kötetével már kiérdemelte a Géretz Attila díjat és a Magyar Pen Klub Kelidon díját, most pedig az irodalmi tagozat javaslatára a Magyar Művészeti Akadémia könyvnívó díját veheti át. Adja Isten, hogy az elismerések további alkotói szorgalomra és irodalmunkat gazdagító művek teremtésére ösztönözzék őt. Gratulálunk Marcsák Gergelynek! Felkérem Mezei Katalin tagozatvezető asszonyt, hogy adja át az MMA irodalmi tagozata 2019. évi könyvnívódíját Marcsák Gergelynek.
Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, én rövid leszek, mert nem készültem előzetesen beszéddel. Egyszerűen csak meg szeretném köszönni a Magyar Művészeti Akadémiának és az irodalmi tagozatának, hogy többek között nekem ítélték ezt a könyv nívódíjat. Valóban, ahogy, és Nagy Zoltán Mihálynak is köszönöm ezt a laudációt, és Balázsnak, hogy felolvasta, tolmácsolta. Ahogy elhangzott a laudációban, ez nem az első szakmai díj, amit a kötetért kaptam, és ennek nagyon örülök. Ez az év igazán sikeres számomra. Remélem, hogy a következő is az lesz. Köszönöm szépen a Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának, hogy foglalkozik a fiatalabb nemzedék irodalmával is, és figyelemmel kíséri a munkásságunkat. És azt is köszönöm, és nagyon örülök neki, hogy ezek a főként jószerivel kárpátaljai történetek és sorsok, amiket a versekben megfogalmaztam, eljutottak ide az anyaországba is a olvasók és a képzett olvasók szívéhez. Köszönöm szépen! Most ismét Dress Mihály játszik, szatmári hallgatót hallunk tőle. Felkérem Újhelyi Kinga és Lázár Balázs színművészeket olvassanak fel Serfőző Simon Arcunk az ég című könyvéből. Állnak csak. Tornyok. Hó és vihar vertek. Villám sújtottak. Lepiszkítottak madaraktól, esőktől, levizeltek, megköbdösödtek, megalázottak ti. Álltok csak. Állok én is, s csak nézem. Büszkeségetek hol van? Büszkesége belőlünk hol a szívnek? A tisztességnek hol van? Hol a fák méltósága? Galjuk letaroltan,
törzsük derékba vágva, állnak szelektől megcsonkoltan. Az utak leintve, állnak árok szélre terelve, az utcák félrevezetve. Csupán a napraforgók forognak, aztán állnak azok is. Estére már sorra mind fejüket lehajtva. Nem hallják? Eltakarhattam volna szemem vaksággal, de én látni akartam. Fülem is befoghattam volna, de én hallani akartam. Hadd tudjam, miféle gödröt süllyedünk magunknak. Mitől riadtak a fák, kibántja őket? Az ugrás mielől veti kútba magát? Hadd tudjam, miért sötétek nappal is az ablakok, mint a gyászkocsiké? Kikalszanak mögöttük napok, évtizedek óta? Miért nem ébrednek fel? Nem hallják, a lejtőkön csúsznak lefelé a hegyoldalak, omlik valahány égtáj. Földjeinket temetőknek karózzák, nem hallják? Nem neszelnek fel, miféle leszámolás készül magunkkal, miféle hamvunkba hullás? Hogy milyen idő ez? A fények posványokba folynak, s visszafordul minden irány. Nem itt éltem. Kár volt kínálgatni magam. Nem kellettem én ide. Vittek a meglódult utak. Otthon is kivertek a semmibe. A számban tiszta szót hoztam volna zuhogó szívverésem. Baj voltam csak. Nyűk. Ha itt laktam is, nem itt éltem. Elő a légkalapácsokkal. Neki gyürkőznek a csákányok, lapátok. A járdának neki a bontóvasak, erős markok. Fölszedik az utcakövet, amelyeken valamikor végig zúdultunk a városokon. Végig az ingázás mozdonyaitól füstösen, bakancsosai a robajló időnek. Betódultunk bányabejáratokon, kapun, sorompókon, mint az űzöttek, akik voltunk. Múltunk, otthonunk, ürességfészke, eszelős eszmék senki földje, akárcsak a jelenünk is. Süvölt a kifosztott gyárak csöndje. Tévelyeghet naphosszat a keresés, hol találna munkát. Mit számít a hasznosság? Csak kéményünkből a füstöt lenne okunk fölengedni reggel, a látszatért is akár. Hát elő a fűnyírókkal, kukákkal, kegyelem pénzre fogottaknak más dolgunk híján, elő a légkalapácsokkal, hadrászkodjanak az utcák. Dobáljuk föl talpnyomainkat trélerekre, platókra, föl a régi kövekkel, járdákkal együtt lenyomatait is szanaszéjjel lépteinknek. Mi tapostuk régen? Mi, akikről emlékbe szorgalmunk fölöslegessé marad, az alig hasznosult életünk csupán. Íme mára. Voltak szerszámai a szorgalomnak. Voltak járomba fogott, szíjakkal felkantározott igavonói, ekehúzói a munkának. Elmentek a múltba, fejükre, nyakukra kötött kötelek, láncok pántlikáival, kísérve görcsbe rándult kerítésekkel, fölsikoltó kútágasokkal, amiként mi is elmentünk, hogy majd az évtizedek hajszáiból szélnek, világnak eresztve íme, mára
vissza megérkezzünk a semmibe. Hisz rég átjátszva másoknak ég, föld, jutottunk végleg kullogó sorsra, arcunk gazos árok partjaira, szívünkig kifosztva. Felkérem Ág István költőt, a nemzetművészét, hogy olvassa fel Serfőző Simon Arcunk az ég című válogatott verses kötetéről írt laudációját, amely idén elnyerte az MMA irodalmi tagozatának az év legjobb könyve 2019 díját. Kedves barátaim! Serfőző Simon Arcunk az ég című verses kötete 60 év termését 1959-2019-ig írt verseit fogja össze. Fél évszázadot, századvéget és ezredfordulót megélve, törekedett tehetsége elrendelése szerint sorsának és a magyar életnek a kimondására. Így lett az idő hű követője, rendszerek elszenvedője, lázadója, aki az igazság jegyesének született. Ha a költő a közelmúlt történelmének lírai hőse, akkor ő maga a kora is, benne számolták föl a parasztságot, a magyar népi hagyományt, vele együtt hajtották világgá a város szélekre a falvak jövőjét, kihalásra ítélték a vidéket az otthon maradt öreg szülők elmúlásával, és a 3 millió magyart otthontalansággal, a hűtlenek és a vesztesek lelki furdalásával verték meg. Erről szól ez a költészet az elsőtől az utolsó versig, a történelemnek kitett sors fő szólamával indítva és zárva az Arcunk az ég kötetet. A Tanya című verssel kezdődik, s az otthon voltam vallomásával fejeződik be. Így elejétől végig, mint testet a gerinc, tetőt a szelemen gerendra tartja fönn a hűség, mely által az elvesztett világért kapja a művészi jóvátételt cserébe. A tanya felszámolásának országossá nőtt szimbólumából, az otthontalanságból eljutott végül a létezés otthonosságáig. Ha valaki kevésnek találná ezt egy költészetre, gondoljon az élet határtalan bőségére, melyről Serfőző Simon költészetében azonnal meggyőződhet. Váci Mihály akkori elhíresült Mindenütt otthon című versének ellentéteként nem az a fontos számára, hogy mindenkit szeretve érezze otthon magát, hanem hogy otthon legyen egyáltalán. Temesi Tamási Ároni értelemben. Mert ez a helyzet 60 éven át is érvényes maradt, időszerű, vagyis korszerű Serfőző Simon költészete is mondani valójával és formai
jellegével egyaránt. Ami már a tanyaversbe feltűnik, mint meglepő elem, a világ emberi viselkedése, s ez a felfogás is kifejezési mód, amit antropomorf tárgyiasságnak mondhatnánk, miként az Jánosi Zoltán a versek után közölt nagy tanulmányába kifejti, s megtalálja okát a magányos, tanyosi gyerek viselkedésében. Én is mondhatom, hogy ez a jellegzetesség a költői személyiségből és élethelyzetből ered, nincs köze ötlethez és kordivathoz, de természetesen úgy kapcsolódik a modernhez, hogy valami ősi észjárás, világfelfogás, mitosz fordítja arra felé. A Gyerekedő című regényből érthetjük meg a költő módszerét, amit mondhatnánk egy magányos fiú különös elfoglaltságának is. Társunkká változtatni környezetünket, pajtásunkká szelídíteni a tárgyakat, személyessé varázsolni mindent, a szerszámoktól a mezei vadakig. Lírája, szerencséje ez, állandó lehetőség a lélek, a gondolat és érzelem kifejezésére. Nem az objektív líra, inkább Simka István juthat eszünkbe témáiról és prózába hajló verseiről, a hasonló világképről, mikor megírásuk idején a szerző még egyetlen Simka verset sem olvasott. Ősi, mágikus funkciókban létezik nála is a nyelv, mikor a ráolvasás maga a költészet volt, s még azt a folyamatot is követhetjük, mikor a rögnehéz szavak finom, szívigható zenévé válnak, így tartja be a tartalom és a forma egyensúlyát, hogy a beszéd megrendítő ereje ne gyöngítse el a zenei finomságot, vagyis hogy ezek a tartalmak a legtermészetesebb, legidőtlenebb magyar nyelven szólalnak, és megragadó képzett társítások, metaforák emelik verseit a művészi magasságba. És a magyar szavak, melyek már csak a nyelvkincsben világítanak, akár a gyerekkori szerszámok, itt esztétikai értékké válnak, mint a múlt igazolása. A győztes küzdelem terepe, akár az ország, ahol visszáll a világ szétdöntött rendje, legalább abban a nagy teremtő költészetben. Minden a saját rendeltetése szerint érvényesül. Köszönöm szépen! Kérem Mezei Katalin tagozatvezető asszonyt, hogy adja át az MMA irodalmi tagozata az év legjobb könyve díját Serfőző Simon költőnek. Ahogy tapasztaltam, a díj átvétele után meg kell szólalni. Ugye Ápista barátomtól elhangzott, hogy 60 év verseit tartalmazza az a könyv, ami ebben az évben a könyv hétre megjelent. Végre, 4 év után, miután
egy másik kiadónál ennyi időt várakozott, valamilyen oknál fogva. Amikor összeállítottam, és áttekintettem a könyvet, hogy mi szerepel benne, magam is elcsodálkoztam, vagy megdöbbentem. Nem tudom, mi a jobb szó, hogy tulajdonképpen én azt írtam, amit megéltem, és amit megéltem, az tulajdonképpen nem is az én életem, hanem a másoké is. Nem egyedül éltem ezt a sorsot, hanem egy széles társadalmi réteg, ez pedig a tanyán, falun, vidéken élő embereknek a sorsa, akik az 50-es években és a 60-as években elszenvedtük azt a sorsfordító időt, hogy onnét menjünk, ahonnét nem kellünk. Menjünk oda, ahol vár ránk a jobb sors, mondták. És rájöttünk, rá kellett döbbennünk, hogy nem a jobb sors várt ránk, hanem tulajdonképpen ugyanaz, mint amit éltünk vidéken, otthon. Miskolcra kerültem, és ezt azért mondom itt el tőmondatban, hogy csatlakozzam Kapdebó Loránd szavaihoz, akivel néhány hónapig együtt dolgozhattam az ő jó voltából. Nem feledtem el, hogy ő volt az, aki a saját helyét adta át, a versrovatot, hogy vezessem én, és próbáljam meg azt az utat járni, amire én annyira vágytam, hogy azokat a fiatalokat a napjaink, a miskolci irodalmi lapköré köré vonjam, akikkel én együtt éreztem, akikkel pályatársaimnak gondoltam, akik ugyanazt a életérzést, életmódot élték, amit én éltem, és mondták a vidék Magyarországot, a kisvárosok világát, az ipari telepek világát, és találtam ilyen társakra a Hetek társaságában, aztán a Kilencek költőinek a társaságát, akiktől verseket kértem, adtak, és tulajdonképpen a napjainknak a meghatározói voltak legalább 2-3 évtizeden át a versrovatot illetően legalábbis. Még annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen nagyon örülök ennek a díjnak, köszönöm, akik gondoltak rám, és elmondhattam a verseiken keresztül azt, hogy tulajdonképpen ugyan ott vagyunk ma, mint voltunk az 50-es, 60-as években. Akkor mi jöttünk el a farukról városokba, most pedig a városokból mennek tovább a mieink, a fiataljaink. Hová? Nyugatra. Vajon hazatalálnak-e? Mint ahogy mi még hazataláltunk, hazatalálunk a falvakba, ha éppenséggel még megvan az a ház, ahol éltünk, vagy ez a falu, vagy ez a táj. Vajon ők hazatalálnak-e? És ide valósinek tudják-e majd évtizedek múltán, az odakinti lét után, hogy ide valósiak. Itt az ő hazájuk, itt az ő jövőjük, itt kellene élni nekik. Én tulajdonképpen ezt a sorsot, ezt a világot szerettem volna megjeleníteni verseimben. Döntsék el az olvasók, hogy mennyire sikerült, vagy sem. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szívből gratulálunk a díjazottaknak, önöknek pedig nagyon köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték az MMA irodalmi tagozatának ünnepélyes díjátadóját. Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!